Sziasztok, Dóri vagyok. Remélem már azért megismertetek az elmúlt pár hétben, hogy tornáztatok velem. Melegítsetek be minden egyes edzés előtt, és tartsatok velem. Gyertek, álljatok széles terpezbe, hajlítsátok be a térdeteket, a térdetek a lábfejetek irányába nézzen, feszítsétek meg a hasizmotokat, és picit rugózzatok. Amikor úgy érzed, hogy már ég a combod, akkor még egy 20 darabot csinálj, és állítsd meg, tartsd meg, számolj el 10-ig, majd lassan állj fel, és folytasd, jó, mélyre guggolj le, nyomd a sarkad a talajba, és nyomd vissza. Maradj csípőn a karod, folytassuk egy kilépéssel, a jobbra-balra váltott lábbal, kilépünk egyik irány, visszazárunk, másik irány, marad egyenes a hátad, jó mélyre legugolsz, a térded marad a lábfej irányában, ha úgy érzed, hogy könnyű, akkor két súlyzót veszel a kezedbe. Menjünk egy székért, nekem már ide van készítve. Fogd meg a széket karfáját, egy picit állj távolabb, de egyenes háttal dőlj bele. A két térded az egy vonalból indul, enyhén hajlítva a súlyláb, nyújtva a kar, nyújtva a gerinc, feszít a hasizom, és kitoljuk, és behúzod. Arra figyelj, hogy a derekad ne lumbáljon, maradjon egyenes a hátad, a gerinced, kilégzés, belégzés. Itt a súlyláb is fog egy picit dolgozni. Ha megvagy, leengeded, és lábtartást cserélünk. Jó, találd meg azt a szöget, ahol biztosan és stabil vagy, és kinyomáskor, nyújtáskor feszíts rá a farizmodra. Már ennyi volt a farizom és a combizom gyakorlatsorozatunk, remélem elfáradtatok. Kérlek, ne felejtsetek el nyújtani. Jövő órán találkozunk. Sziasztok!